most pedig beszélj magadról. Eddig elsiklottál fölötte. Szeretnének jobban megismerni téged, az elképzeléseidet. Én Marós vagyok, de ezt már tudod. A tervem pedig az, hogy a Gáliba szeretnék menni dolgozni. Nem egészen egy hónap múlva lesz a felvétel. Meg kell csinálni egy vizsgadarabot, aztán már csak várni kell, hogy hívjanak. A Galileibe. A Gáliba, fel tudod ezt fogni? Ez olyan, mint egy torinóinak bejutni a Fiat gyárba. Úgy látom, szereted a munkádat. Ez nagyon tetszik. Igen. Persze, hogy szeretem. Még akkor is, ha sokat kell dolgozni, küzdeni. A gyár szerintem olyan, mint egy nagy börtön, ahonnan ki lehet jönni. De be is kell ahhoz menni, hogy az ember valóban megértse, hogy mennek a dolgok. Belépek egy hatalmas üzembe, egy olyan világba, amely megfelel a gondolkodásomnak. Értesz már? A politikát is belekevered? Dehogy. Nem, ez nem politika, ez az élet része. Kommunista vagyok a magam módján, persze, de velük az öregekkel nem tudok kijönni. Még Millóval se? Nem, vele se. Milló is olyan, mint a többi. Szerintük én szélsőséges vagyok. Anarchista, csalódott, mert nem fogadom el a kompromisszumaikat. Ezzel szemben te mit akarsz? Forradalmat? Miért ne? A modern világot mi munkások, mi technikusok mozdítjuk előre. És miközben a társadalom elérte a jólétet, a televíziót, a Fiat 600-ast, a kismotort, az emberek úgy öltöznek, mint a moziszínészek, számunkra ezek igazából véve nem jelentenek semmit. Vannak ennél fontosabb dolgok is a világon, például a szabadságunk. Számodra mit jelent a szabadság? A fiatalságot. Hogy mi magunk dönthessük el a jövőnket. Tetszel nekem. Olyan ember vagy, aki hisz valamiben, ez megható. Több hónap telt el, míg újra találkoztam Millóval. Hatalmas sztrájk volt a Gáliban az elbocsátások miatt. A munkások elfoglalták a gyárat, és egész Firenze támogatta őket. A Gáli nem zárhatott be. Milló, mint mindig, természetesen az első sorban volt. Még legalább 8 napig kitartunk. Itt látok a pukkancs. Szervusz, Milló. Na, melyikünk kezdje? Egyikünk se. Nem miattad jöttem ide. Úgy küzdesz, mint egy tigris. De ne csinálj ebből tragédiát, csak elzavartál a háztól. Nem tartozol érte bocsánat kérésre. Igen, e felül biztos vagyok. Tessék, itt a pénz, amit a párréni gyűjtött. Amit tudtunk, beleadtunk. Mi is állunk egy fél napig. Köszönöm. Remélem, nem azért jöttél, hogy megkérdezd. Találkoztam-e Ivánával azóta? Csak nem képzeled rólam. Tudom, hogy nem találkoztatok. Ő mondta neked? Nem. Miért, nem igaz? De igaz. Sajnálom, hogy így alakult. És megértelek, hogy még mindig szerelmes vagy belé. Kicsit nevetséges a te korodban, de remélem, hogy legalább a lelked rendbe jött azóta. Mondtam már, hogy ne csinálj belőle tragédiát. Látod, olyan típus vagyok, aki ezerféleképpen el tudja foglalni magát. Akkor én megyek. Szívesen maradnék még, de dolgom van. Viszlát. Aha. Viszlát. Szávasz. Hova menjünk? Ahova te akarod. Figyelj csak! Ma este nem tudlak meghívni sehova. Az összes pénzem odaadtam a gálisoknak, tudod, a sztrájk miatt. Igen, tudom. Apáméknál is folyt a gyűjtés. Ne mondd, hogy neked sincs egy vasat se. Szerettem volna, ha meghívsz moziba. Ma este ráírunk. Az utolsó 1000 lirámon ajándékot vettem az unokatestvéreimnek. És mit szólnál egy konyakhoz, vagy viszkihez, kekszel? Mire gondolsz? Néhány barátommal közösen van egy nagy szobánk, barlangnak nevezzük. Havonta összeadunk egy összeget, és aki éppen ráér, az feltölti. Ma este egészen biztosan nincs ott senki. Hát ez nagyon jó, miért nem szóltál előbb? Hát nem akartam, hogy
Azt gondold. Mondd csak ki nyugodtan. Le akarsz rohanni? Ez az. Csak egy nagy szoba az egész, nem valami szép. Ülj le, tessék. Ezt a süteményt Armando hozta. Vegyél. Finom, ugye? Felteszek egy lemezt. A lemezeket Giorgio hozta. Ne ugrálj már annyit. Befejezted? Igen, persze, már is. Te nem ülsz le? De, csak hozok elő valamit inni. Fázol? Nem, egyáltalán. Így áll. Le akarsz itatni? Rosszul jársz vele. Ha sokat iszom, rögtön sírni kezdek. Már előfordult. Komolyan? És hol? Féltékeny lettél? Nem. Ne reménykedj ilyesmiben. Elérkezett a felvételi vizsga ideje a Gáliban. Engem is behívtak a többi jelentkezővel együtt, úgy 30-an lehettünk összesen. A sztrájk teljes győzelemmel zárult, a Gáli már nem akart bezárni. Sőt, állami segítséggel visszaállították a normális műszakokat. A sztrájk egyik követelése az volt, hogy a termelés tervezett bővítése érdekében vegyenek fel új munkaerőt. Néhányszor most is összefutottam Millóval. Az igazgatóságnak sikerült eltávolítani a legharcosabb sztrájkvezéreket. Milló a selejtraktárba került. Egy szakmunkás, akinek roncsokat kell osztályoznia, nem sokáig bírja. Ez volt az első lépés az elbocsátás felé. A gépétől megfosztva egy fáradt, öreg, kedveszegett ember benyomását keltette benne. Bruno, gyere, mi következünk? Gyorsan, hogy jól sikerült, úgy is tudom. Látszik rajtam? Jobban nem is mehetett volna. Jó sikerült a vizsgamunka is, a vizsgák is. Ezek szerint teljesült a vágyad. Igen. Csak egy dolog van, ami nem tetszik. El akarják bocsátani Millót. Beszélned kellene vele. Kössetek békét. Azt hiszem, az ő érdeme is, ha most felvesznek a Galiba. Hagyd ezt. Nézd, én nem keresem őt. Te különben se foglalkozz ezzel. Hova menjünk? Nem haragszol, ha hazamegyek? Mi az? Most mi bajod van? Néha megijedek tőled. Nem tudsz megbocsátani senkinek. Ne haragudj, eddig még sose feszekedtünk. Pont ma, mikor boldognak kellene lennünk. Amikor Millóval összetalálkoztam, éppen Lorit vártam a munkahelye kapujában. Milló már nem dolgozott a Gáliban. A fémmunkások szervezeténél volt, a munkaügyi hivatal egy sötét szobájában. Szevasz, Pukkancs! Mi ez, nem is üdvözölsz? Szevasz! Nehogy azt hidd, hogy olajággal érkeztem. Különben is az első lépést neked kellett volna megtenned. Nekem? Bevallom, hogy néha vártalak. Látom, egy kicsit meghíztál.
Hát igen. Az évek. Igen, de főleg az ülő életmód. Ha már valakinek el kell mondani a hírt, hát gondoltam jobb, ha én vagyok az. Milyen hírről beszélsz? Van egy kis baj, fiam. Kihúztak a jelentkezési listáról. A Kaliban. Igen, úgy látszik, rossz információkat kaptak, körülbelül olyasmiket, hogy derék gyerek vagy egészséges, vállalkozó szellemű, és így tovább. Csak hát kommunista, tehát megbízhatatlan. Ráadásul az én tanítványom és követőm. Ez aztán a személyzeti főnöknél végleg betette a kaput. Ez teljes képtelenség. Hé, hagyd ezt abban, nyugodj meg. Mondd meg őszintén, mi a helyzet. Szia. Szia. Á, Lori. Maga Miller, igaz? Igen. Te ismered őt? Persze, ilyen kis gyerekkora óta. Apád mindig kihozott a lóversenyre. Megengedett, hogy tegezzelek? Nem is mondta, hogy ismer téged. De együtt először lát bennünket, igaz? Igen. És milyenek vagyunk? Hát, boldogok, ahogy elnézem. Minden esetre nagyon szép pár vagytok. Ide figyeljetek, mit szólnátok, ha meginnánk valamit együtt? Jó lenne. A munkás otthonba, jó? Remélem, még ismered az utat. Gyertek, elviszlek benneteket, menjünk. Csak nem kocsit vettél. De. Polgárosodsz. Kistafíroztam magam a végkielégítésből. Szervusz, Milló. Szevasztok. Szevasztok, jó napot. Milló, kedre sikerült összehoznom az értekezletet, eljössz? Persze, gyere be a munkaügyi hivatalba. Ki nyer? 80. Szevasz. 29. 36. Szia. Gyertek, gyerekek, csak találunk egy helyet. Hé, szevasz. Szevasz, Erik. Tessék, ez jó lesz, üljetek le. Szia. Ez az. Egyre fontosabb ember leszel. Igen, lehetnék nyugdíjas, és melyik a jobb? Az biztos, hogy többet robotolok, mint eddig. A munkaügyi hivatalban vagyok, van egy asztalom, meg egy székem, vasárnaponként pedig utazgatok, gyűléseket tartok, választások jönnek. De biztosan nagy sikered van a falvakban. Egy elbocsátott régi elvtárs a Gáliból. Hát igen. Mit isztok? Kérsz egy kávét? Akkor nekem is egyet. Három kávét? Jól néztek ki így együtt, hm? Még hasonlítatok is. A hasonlók összetartoznak, a közmondás is azt mondja. Na jó. Ha kimókáztad magad, akkor térjünk át az én dolgomra. Hm. Mint szakszervezetisnek segítened kell, hogy a személyzeti főnöknek ürügyőszolgálat kettőnk barátsága az nekem túlzásnak tűnik. Alábecsülöd őt. A második felvételi listán vagy. Talán 5-6 hónap múlva. Tudod, időt akarnak nyerni, egyébként is ABC sorrendben mennek. Az újakban már biztosak akarnak lenni. De nekem jogom van ne hozzá. Ne izgass magad, Bruno, előbb hallgass meg, mit mond Milló. Lenne egy módszer a nyílt támadás helyett. Tagadd meg a barátságunkat, talán ez is elég nekik. Nekem az túl nagy ár. Nem, nem miattad. Miattam. Te is ugyanúgy, mint a többiek, megöregedtél. A kompromisszumok útjára léptél is az adott pillanatban. Ahelyett, hogy harcolnál, megelégszel azzal, hogy mindig mindent előről kezdesz. Az ilyen alakok, mint te, még azt is eltűrik, hogy kidobják őket a gyárból. A sztrájk ereje, drága barátom. Éppen abban van, hogy tudni kell, mikor kell abba hagyni. Minden munkásnak van felesége, gyereke. Hát persze, tudtam, hogy ide fogsz kiukadni. Lehet, de nagyon tévedsz, ha azt hiszed, hogy jutsz valamire ezzel a mentalitással. Gyakrabban kellene ide járnod. Vitatkozni, nem mondom, hogy csak az öregekkel, a te korodbeliekkel. Igen, komolyan? Igen, ez ugyanolyan gyerekbetegség nálad, mint a bárányimlő. Mi már réges-rég túl vagyunk ezen. Nagy zűrzavar van a te fejedben, fiam. Á, azt tudod, hogy Giorgio a barátod, aki Don Bonifácinál tanult, a lista élén áll. Talán azért, mert A-val kezdődik a neve. Ide hallgass, Milo, én nem megyek oda Don Bonifácihoz, hogy beajánljon. Semmi szükségem rá, engem vár a helyen. Csak jó tanács volt. Nem fogadom meg. Én meg tudomásul veszem. Óriásiak vagytok, miért nem csókoljátok meg egymást?